Kezdődjék hát most a mese, ahol bográcsban fő az emberi vese. Főszereplőnk a Paul Mendez, minden nap jótékonyságot rendez. Mikor biz eljő az est, a farmon hever a sok holtest. 55 éves a fickó, életében nincsen cickó. Beteg brigád, ez én mondom, sajnos az apjukon nem volt gondom. Nézzük hát a többi komát, kikisszák a pap miseborát. Itt van hát ez a Jesse, bodri fejű, mint a Lesszi. Foga akár a gerebje, gátlástalan, s ha kell, rászarik a fejedre. Edward Mendez a Paul öccse, minisztrásként az áldozatok kezét megkösse. Erős gyerek ez az Ed China, ha picsán rúgna, nagyon fájna. Ő is része a bandának, hol emberi testrészek a bográcsból kikandikálnak. Jessinek bíz van egy bátyja, ő is a fekák lábszárát rágja, és a határba a kecskéket hágja. Neki a neve Biza Bob, vigyázz, ha a környékeden van, mert mindent ellop. Induljon hát most a sztori, kéznél legyen Csoki Ropi. Szotyi. Elindul a Paul atya ételt osztani, és gazdagot kunyerálással pénzétől megfosztani. Majd Edwardhoz fordul, és így szól hozzá. Nos, fiam! Igen, atyám. Edward válaszol fátyolos hangon. Borzasztó fingszak terjeng a ház előtt a gangon. Induljunk, osszuk ki azt az ételt a rászorulóknak. Edwardra néz közben. Edward lelkesen visszakérdez. És ezt hol fogjuk megtenni, atyám? Paul tiszteletes így szó rekettes hangon. A délin, fiam, ott vannak a legszegényebbek. Főhőseink tehát bepattannak félelmetes szecskába, és az úton nem bocsájtkoznak felesleges pletykába. Csend honol a verdába. Míg egy meggondolatlan pillanatban Paul tiszteletes így szól. Te, fiam, azt jó volt-e az esti vacsora? Sejtelmes tekintettel. A műszerfalon egy légy sziesztázik, legyincst azt el. Edward csak szótlanul bólogat, erőltetett mosollyal pacal arcán. Bizonytalanul gondolja magában, nincs még túl élete vallási harcán. Túl vannak a vitán, hova álljon Edward, hova rakja ezt a régi rozsdás szutykos rendvát. Mendez atya kiáll a déli közepére és kiabálja. Ingyen étel, tessék jönni az egyház jóvoltából! Nem is sejti a balga nép, hogy a tegnapi emberáldozatból készült babletyót szürcsölik, és ekkor egy váratlan pillanatban odalép Paul tiszteleteshez valaki, és így szól. Dícsértessék, atyám! Paul így válaszol. Dícsértessék, fiam! Eme érdektelen és unalmas beszélgetés után Edward az autónak támaszkodva néz hombár fejéből bután. Miután kiosztották a napi ételadagot, kocsiba ültek, s menet közben elhagytak a kaszniból egy darabot. És Edward Paul születésnapjára fából egy műkolbászt faragott. Folytatódik a napi program, egy nigró fekszik a gödörbe holtan. Mendez tiszteletes mondja a beszédet, reménykedve gondolja magában, a nigró arcáról a bőr már a pokolban leégett. Odaér a tömeghez, sóhajt egy nagyot. Fájdalmas hascsikarás közepette nem merik kiengedni a már megemésztett babot. És ekkor így szól. Dicsértessék híveim! Egy fájdalmas dolog hozott össze bennünket. Folytatta a ceremonikus éneklést. Azért gyűltünk ma itt össze, hogy búcsút vegyünk. Egy baráttól, egy testvértől. Lezavarta a temetést, gyorsan septibe, s már azon gondolkozott holnap, miből lesz pénz a zsebibe. Időközben lement a nap, és eljött az idő. Indulhat a móka, a bokorban ott szarik egy róka. Ügyet sem vet a rókára, bevágódnak
a rozsdás szutykos vervába. Hű fegyverhordozójával, Edvárddal elindulnak gyorsan, hogy poltiszteletes aktfotói holnap reggel ne legyenek benne a borsban. A verdába vágódnak, s mennek a szekta felé sietve, közben Mendez atya vizsgálja száját, s örömmel tapasztalja, protézise nincs kiesve. Ma is lesz mivel megrágni az ételt, Edvárd mosolygó tekintettel dicséri az észrevételt. Megérkeznek a tanyára, s tiszteletes körbenéz, és elégedetten gondol természetanyára. Odalépnek, és Ed komája így szól neki. Jó estét, atyám! Jesse is csatlakozik hozzá. Adj Isten! Niggert békességet! Az atya is üdvözli őket kellőképpen, és ezután így szól. Na mi újság, komák? Ed mondja kaján vigyorral az arcán. Lazulunk. Ekkor Mendez tiszteletes így szól. Vallási vészhelyzet van. És a beteg társaság útra kél újabb áldozatot keresve, és Edvárd most sem beszéli száját sebesre. Útra kél tehát a banda, és poltiszteletes gondolja, Jesse pofája a kibaszottul randa. Észrevesznek egy csókát MSZP-s kabátban, Edvárd gondolja némán, jól mutatna a ladámban. Rá is csapnak, mint tyúk a takonyra, Ednek honvágya van, néha gondol a bakonyra. Kiszállnak hát tüstén a verdából, valahol a távolban egy macska vernyákol, és a tiszteletes így szólítja meg áldozatát. Fiam, nézz rám! Az áldozat remegő térdekkel áll, és a félelemtől majdnem berosál. Bob ekkor így szól a parancsoló hangon. Nézz az atyára! Ed hátulról kiabálja. Hitetlen! Ekkor így szól az atya. Fiam, nézz rám, hadd nézzek a szemedbe. Vedd le a szemüveget, kérlek. Ekkor az MSZP-s fickó leveszi szemüvegét, nem is sejtve, hogy hamarosan levessel töltik ki szemüregét. Ekkor az atya mélyen a szemébe néz, majd meglátja a sátán kaján vigyorát szemében, és megrémül. És álszenten így szól. Jó ég! Isten segíts meg minket a nehéz időkben! Poltiszteletes elkiáltja magát. Ez itt a sátán kutyája! Végül meggyőzik a férfit, hogy ez bizony nem egy tévhit. Elcsábítják magukhoz, hogy egy megtisztítási ceremóniát hajtsanak végre rajta, ennek helyszíne nem más, mint a rituális pajta. Elindul hát végre halálos karaván, és a tiszteletes gondolja, ma éjjel ismét vér fog folyni a farm talaján. Veretik is neki keményen, és Edvárd kihasználja az alkalmat, és telefingja az autót serényen. Hamarosan megérkeznek a tanyára, ez sajnos nem válik az MSZP-s fickó javára. Miután megérkeznek a pajtához, így szól Mendez atya az MSZP-s legényhez. Drága fiam, látod-e ezt a megszentelt fa bódét? Edvárd közben a háttérből kiabál. Gyere csak! Bob határozottan mutat a fegyverével. Be oda! Fáradj be, kérlek! Szól hozzá kedvesen az atya. Ezután, mint kedves a baráti társaság, szinte kézenfogva vekullognak a felszentelt pajtába. És Edvárd azon gondolkozik, milyen jól állna neki egy rózsaszín csatt a hajába. Ahogy beérnek a pajtába, a szekta jelképet ündököl a falon, egy jó méretes kutyaszarú, másfél kilós csendélet jellegűen tündököl kint a pajta előtt a padon. Ekkor Bob beszalad és így szól. A sarokba! Mendez atya is rákontráz. Állj a jelkép elé, kérlek, fiam! És elszántan folytatja monológiát. Nézd rám, gyermekem! És ekkor az MSZP-s csóka megfordul, nem számítva rá, hogy hamarosan lemészárolják orvul. És ekkor poltiszteletes előrántja a Bibliát, és fanatikus hangon idéz belőle. Ki a piros színt viseli,
Az a sátán követője. Na meg az MSZP-jé? Na de ebbe ne menjünk bele. Nézi egy darabig szerencsétlent, majd fejbólintásával jelet ad Bobnak, aki előránt septibe egy láncfű részt, majd beindítja azt. Ekkor MSZP-s cimborán gondolja magában, mi lesz az új piercingjével szában. És ekkor Mendez atya előrántja szentelt vizet belső zsebéből, s beremáltja hüvelykujját, majd keresztet rajzol a MSZP-s csók a homlokára, és egy laza mozdulattal legyint Bob komájának. Aki valóban az egyik sződligeti Tesco-ban a csemegepultnál már szerzett hasonló tapasztalatokat, tehát nagyon otthon van a szeletelésben, és szemre méri a dekát a srác, úgyhogy profi. Nem is gondolkodott sokáig, hamarosan vérbeálltak bokáig. Az MSZP-s formán eluralkodott a félelem, mert látta, hogy a láncfűrészen nincsen érintésvédelem. Miután megtörtént a dolog, Mendez atya közelebb lépett és megvizsgálta áldozatát, hogy életben van-e még, és miután rájött, hogy elpatkolt, közös erővel megfogták, és rádobták a grillre, majd a tévében átkapcsoltak egy jó filmre. És mikor a buli a tetőfokára hágott, a puli is kapott, egy lábszárcsontot rágott. Volt tiszteletes intett, hű fegyverhordozójának Edwardnak, és hazafele vették az irányt. Elégedett mosollyal arcukon nyugtázták, túl vannak mai vallási harcukon. Kifele menett még Edward figyelmeztette az atyát, hogy ne hordjon fordítva, főleg szaros gatyát. Hozott neki el bizony egy kis repetát, és kérte, erissze le a kútba, meg ne romoljon, mert a szalmonella, az biza veszélyes dolog. Itt a vége, fuss el véle, ha nem hiszed, járj utána, szép álmokat! Ez a film a CMT a szerveren készült, ami egy roleplay szerver, aki esetleg nem ismeri az RP szervereket, az olvasson utána, hogyha szeretne velünk, illetve csak úgy játszani a szerveren. Itt a leírásban lesz egy weboldal és egy IP, ahol eléritek a szervert. Röviden az RP azt jelenti, hogy szituációkra úgy reagálsz, ahogy a valós életben, tehát a fegyvert fognak rád, nem szaladsz el, ugye, meg stb., mert akkor lelőnek. Tehát ugyanúgy kell játszani, egyfajta szerepjáték. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, nyomj egy lájkot, esetleg iratkozz fel. Zsozi atya voltam, szevasztok!